A kísérettségi körül kialakult helyzet nem befolyásolta a diákok eredményeit. A felkészítő tanárok szerint a diákok az események ellenére is teljesítették a várt eredményeket. A tanévfolyamán folyamatosan készültünk a gyerekekkel magyar nyelvből a záróvizsgára. A záróvizsgán viszont mindenki a maximumot nyújtotta, kisebb-nagyobb sikerrel, de mindenki elégedett. Egy nap kiesés történt, ami a matematika teszteket illeti. Hát utána a megszokott vízfolyással történtek a tesztek megírása, ott már különösebb bonyodalom nem történt. A matek halasztásnak először megörültünk, hogy bírjuk még a képleteket ismételni, meg ilyesmi, és hogy nem kell rögtön azt megírnunk. Összességében hát úgy közép nehézségű volt a matek, én nehezebbre számítottam, azt hittem, hogy nem fogok ennyit tudni, de megörültem, amikor láttam, hogy azért valamit tudok is. Ma a diákok szüleik társaságában kívánságlistájukat is átadták. Ezeken a listákon rangsorolták azokat a szakokat, amelyeken folytatnák a tanulmányaikat a következő években. Most, ahogy megírták az érettségiket, a pontszámok alapján nagyon boldogok, mert elértek azokat a pontszámokat, amik az első beírást, amit a követeltek, beírnak. Az iskola választást az alapján úgy gondolják, hogy fő lesznek véve. Ugye a gimnáziumot választottam, mivel még elképzelésem nincsen, hogy egyetemre mit szeretnék majd beírni, ezért maradt a gimnázium. Másodiknak az MTÁ-n ezt a gyógyszerészeti szakot írtam be, mert az is nagyon tetszett, és még ezen kívül beírtam párat. A tanulók a döntéseiket egy adott szakma iránti érdeklődésük, az általános iskolai tanulmányi eredményük, valamint a kísérettségén elért eredményük alapján hozták meg.